Lenin egy kicsit másként, vagyis egy kultuszból hogyan válik populáris geg 30 évvel a rendszerváltás után. Ezt mutatja be a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány a Magyar Nemzeti Galériával együtt rendezett rendhagyó Lenin Mánia című kiállításon az Emlékpontban. Nagyon érdekes, hogy még közvetlen a rendszerváltást követő években, másfél évtizedben szinte teljesen elfeledte mindenki. Nem is volt divat, nem is volt szabad majdnem róla beszélni. Addig ma azért történelmi távlatban azt látjuk, hogy elkezdenek a történészek, művészettörténészek ezzel a korral foglalkozni, és mi is úgy gondoljuk, hogy ezek a szobrok Udvardi Csabának, sebészorvosnak a Lenin átiratai alkalmasak arra, hogy egy kicsit játékos, kicsit popos formában, de történelmet meséljenek el, 30 évvel a rendszerváltozás után. A kiállításon az alkotások címei fontos jelentőséggel bírnak, ugyanis arról árulkodnak, hogy az emberek milyen különböző módon voltak képesek átélni vagy nem a szocializmus korszakát. A kurátorok szerint a címválasztással az idősebb korosztályt egyből meg lehet szólítani, míg a fiatalabbakat inkább az erős vizualitással lehet megfogni. Szűcs György, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettese kiemelte, kétszer lehet elbúcsúzni múltunktól, egyszer tragédiaként, máskor bohózatként. Úgy látom, hogy a személyes tragédiákat és a történelmi traumákat egyaránt oldani képes irónia és játékosság szerencsére Hódmezővásárhelyen sem hiányzik. Erre utalnak azok a közeli bolti elnevezések, mint a T-Boy férfi ruházat, vagy az Olcsó János szociális bolt. Remélem, hogy a helyi közönség fogékony lesz a Lenin Mánia kiállításra, és a szobrok láttán akár újabb címvariánsokkal is szolgál majd. Már csak egyetlen kérdés marad hátra. Hogyan nézzük a kiállítást? Lenin elvtárs erre is szolgál tud mutatással. Egy lépés előre, két lépés hátra. A Lenin Mánia kiállítás mellé katalógus is készült. A szobor átiratok egészen jövő év február végéig tekinthetők meg az Emlékpontban.